Apollo 13. Magától értetődik, hogy az Apollo 13 meghiúsult holdra szállásának történetét bemutató alkotásnak tudományos szempontból pontosnak kell lennie. De Ron Howard filmje dicséretet érdemel azért is, mert ténylegesen is a küldetés mögött álló tudományra helyezte a fő hangsúlyt. Ennek a hatása az, hogy a Tom Hanks, Kevin Bacon és Bill Paxton főszereplésével készült film már szinte dokumentarista pontossággal tárja elénk az eseményeket. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a színészgárda űrhajós kiképzést kapott, megtanulták a rádióforgalmazás NASA átiratait, és még fizikából is gyors talpaló tanfolyamon vettek részt. Howard még arra is engedélyt kapott, hogy néhány jelenetet egy megfelelően mozgó repülőgép fedélzetén forgasson, hogy szimulálja az űrben uralkodó súlytalanságot. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai előadáson. Ma hasonlóan az előző előadáshoz szintén egy mentőexpedícióról lesz szó. Egy film kapcsán, ugye a Szabad Egyetemünknek ez a szegmense, sorozatunknak ez a szegmense filmekről szól valójában. És ez a film, az Apollo 13 című film, azt a majdnem katasztrófát mutatja be, ami valójában addig az időpontig, 1970-ig, az amerikai űrkutatás legnagyobb katasztrófája lehetett volna. De szerencsére nem lett, sok-sok ember munkájának, és hát nyilván a szerencsének is köszönhetően azért részben. Ugyanakkor tudjuk, hogy azóta történtek katasztrófák az űrkutatás történetében, a szovjetben, oroszban is, arról kevesebbet tudunk általában. Az amerikaiban ugye két nagy ilyen volt, 1986-ban, mind a kettő már az űrrepülőgép korszakban, 1986-ban a Challenger űrkatasztrófája, és 2003-ban a Columbia űrrepülőgép katasztrófája, amelyikben mindegyikben több űrhajós, gyakorlatilag legénység mindegyik tagja életét vesztette ezekben a katasztrófákban. Apollo 13, ez az amerikai programnak, az Apollo programnak a harmadik űrrepülése volt, ami a holdra szállást célozta, de hát nem sikerült, a holdra szállást végül is nem tudták megvalósítani az asztronauták, ezért adtam a címben ezt a szerencsésen meghiúsult hold expedíció. A végső célt végül is nem érték el, de szerencsésen hazaértek a Földre. A film, ugye Apollo 13 1995-ben készült, Ron Howard rendező rendezésében, és az előzménye az, hogy előtte évben jelent meg egy könyv az Apollo 13 parancsnokának a tollából, illetve szerzőtársának, Jeffrey Klugernek a tollából, a Lost Moon, elveszett hold. Az Apollo 13 veszélyes utazása az alcíme a könyvnek, és ugye Amerikában szokás az, hogy az ilyen könyveket azokat már az, talán lehet, az írás előtt valami rövid szinopszissal, kivonattal már árulják a filmeseknek, ki hajlandó, melyik filmstúdió vagy független filmes hajlandó megvenni az anyagot arra, hogy majd filmet forgasson belőle. Ez a Universal Studios volt az, amelyik megvette ezt a filmesítési jogot, és hát a 1994-es könyv után 1995-ben elkészült a film is, Apollo 13 címmel. Itt egy korabeli filmplakát látható, illetve 2015-ből igen, a 20. évfordulóra egy Blu-ray kiadásnak a borítója. Hasonló háttérképekkel, ugye, vagy képekkel mind a két esetben. A könyvnek az elején a
az expedíció, az a küldetésnek a startja látható a Saturn V rakétának az indulása. Hollywoodi blockbuster, ugye, egy olyan film, ami valójában azt célozta meg, hogy sok pénzt csináljon, ugye? Tehát ez kár tagadni a hollywoodi filmek esetében, általában ez a cél. Viszont ebben a filmben az alkotóknak deklarált célja volt az is, hogy a lehető legpontosabban reprodukálják azokat az eseményeket, amelyek ebben a 6-7 napban, illetve picit tágabban nézve megelőző néhány hétben és hónapban történtek. Általános vélekedés az, hogy a film az egyik legjobb ebben a tekintetben, tehát hogy mennyire pontosan adta vissza a filmben a képkockák, az elhangzottak, a történések, azt, ami valójában is történt a valóságban 1970 áprilisában. Ugye majdnem ott vagyunk, április 4-e van, ugye azt hiszem most, ugye? Tehát a start előtt, vagy a start évforduló előtt egy héttel vagyunk körülbelül, amikor ez megtörtént, és ugye itt már látható egy nagyon ismert mondat. Sok ilyen lesz még, ezek egy része angolul lesz, de én majd igyekszem magyarítani őket és elmondani. Ebben a témakörben nagyon sok ilyen jól idézhető mondat, félmondat, két mondat van. Ugye ez a legismertebb, ez a Houston, we have a problem. Ugye Houston, van egy kis problémánk. Hogyan fordítják, legyen többféle fordítása ismert a mondatnak. Erre külön kitérünk majd, hogy ezzel mi a probléma valójában ezzel a mondattal. Nincs vele túl sok, de ezért érdemes megemlíteni. 1995, a sztárok, akiket szerződtettek a filmhez, majdnem mindegyik úgynevezett A-listás hollywoodi sztár. A legnagyobb közülük ugye a főszereplő Tom Hanks, aki éppen két egymást követő Oscar-díj után van. 1993-ban a Philadelphia főszerepéért kapott Oscar-díjat, 1994-ben pedig a Forrest Gump főszerepéért kapott Oscar-díjat, és egyébként ő már eleve érdeklődött ezután a téma iránt, tehát gyakorlatilag egyenes volt az útja a filmbe és a filmbeli főszerepnek az elnyeréséhez. Ő alakította a filmben ugye a parancsnokot, Jim Lowell-t. Két társa, illetve három társa pedig ugye, kettő az űrhajóban, Bill Paxton és Gary Sinise, Kevin Bacon, akik az űrhajó két pilótáját, a parancsnoki modulnak a pilótáját, Kevin Bacon, illetve a Hold modulnak, leszálló egységnek a pilótáját Bill Paxton alakította, és a küldetésnek a negyedik tagját, kitérünk majd el bővebben, hogy milyen volt a szerepe, és hogy került, meg hogy nem került, miben nem került bele, és mibe került bele végül is, Gary Sinise, akit láthattunk Tom Hanks-el a Forrest Gump című filmben szintén, ő alakította Dan hadnagyot, a vietnámi parancsnokát Forrest Gumpnak, és a filmben valójában Tom Hanks ajánlására került be. Sajnos az itt látható sztárok közül Bill Paxton azóta elhunyt, 2017-ben egy szívműtét következtében fellépő komplikációs sorozat következtében életét vesztette, 61 évesen, tehát fiatalon elhunyt színész. Ez a kép már utal arra, vagy látszik rajta, ugye, hogy be vannak az űrhajósok öltözve NASA gyakorló egyenruhába, hogy a film kedvéért ők nagyon sok mindent végigcsináltak, gyakorlatilag komplett kiképzést, meg kiképzéseket hajtottak végre a NASA keretén belül, fizikai tanulmányokat folytattak, és majd lesz közben egy nagyon érdekes dolog, hogy mit csináltak végig, ami valójában azért elég nagy fizikai erőfeszítéssel is járt, de feltétlenül kellett ahhoz, hogy a film olyan legyen, amilyen lett végül is, és hogy a valódiságnak a látszatát a lehető legjobban keltse. Ők voltak a főszereplők a filmben. Két mellékszereplőt emelnék ki a filmből, az egyik Kathleen Quinlan, aki Jim Lowell-nek a feleségét alakította, illetve Ed Harris, aki az egyik irányítóknak az egyik főnökét a Houstoni irányító központban. Őket azért érdemes külön megemlíteni, mert az alakításuk olyan volt, hogy abban az évben mindkettőjüket Oscar-díjra jelölték
a legjobb női mellékszereplő és a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Azt hiszem 1995-ös Oscar gálán nem voltak ízléstelen viccek és ezt követő tetlegesség, ezért nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, ott nem volt annyira érdekes. Megnéztem ugyan, de most nem tudnám felidézni, hogy kik kapták az Oscar-díjat 1995-ben ebben a két kategóriában. Sajnos ők nem voltak a nyertesek között, de a jelölés is nagy dolog már ugye egy-egy ilyen gálán az Oscar-díjra jelölés. És akkor néhány ember, aki nem szerepelt egyáltalán a filmben, bár akár szerepelhetett is volna. Szóba került Jim Lowell szerepére Kevin Costner, Tom Hanks helyett, de akkor éppen el volt foglalva a Waterworld vízivilág című megaprodukciójának a forgatásával, és ezért nem tudta vállalni a szerepet. John Travolta, aki viszont nagyon szeretett volna Jim Lowell lenni, meg is volt hozzá egyébként az adottsága, már színészként, meg ugye ő a repülésnek a szerelmese, tehát ilyen értelemben is van köze hozzá, saját repülőgépe van, pilóta, vizsgája van belőle, tehát utasszállítógépet is vezethet. Viszont a rendező Ron Howard arra a következtetésre jutott, hogy bár ő is nagyon szeretne valamikor John Travoltával dolgozni, de ez a film éppen nem az, amikor ez bekövetkezik, mert nem nagyon passzolt bele abba a millióbe, meg abba a társaságba, akik összejöttek a filmre, amit ő elképzelt. Tehát John Travolta így kimaradt. Fred Hayes szerepére, ugye, akit valójában Bill Paxton játszott a filmben, próbálkoztak, vagy próbálták megnyerni John Cusack-et is, aki viszont abban az időben éppen olyan fázisában volt a karrierének, hogy nem nagyon érdekelték ezek a hollywoodi blockbusterek, ezek a nagy pénzeket megmozgató filmek, és nem vállalta, illetve Jack Swigert szerepére Brad Pittet is próbálták megnyerni, ő viszont akkor éppen el volt foglalva szintén egy másik filmmel, a Morgan Freeman-nel forgatott Seven című filmjének a munkálataival, és ő pedig azért nem vállalta ezt a szerepet, ezt a megméretetést. Egy picit tekintsünk vissza arra, hogy az egész honnan indult, tényleg csak nagyon röviden. Itt a 60-as éveknek az elejére kell visszamenni, az 50-es éveknek a végére, amikor az amerikaiak az orosz első Sputnikok felbocsátása után rádöbbentek arra, hogy itt egy olyan verseny kezd kibontakozni, amiben ők eleve lépés hátránnyal indulnak, mert valahogy lemaradtak az egészből. És ezért ugye Kennedy elnök 1961. május 25-én a kongresszusban elmondott beszédével egy elég nagy célt küzdött ki az amerikai nemzet elé, inkluzíve az űrkutatás elé, mégpedig ugye az volt ez a nemes cél, hogy az évtized végére embert juttassanak el az amerikaiak a Holdra, azok ott leszálljanak, vagy az ott leszálljon, majd épségben vissza is hozzák a Holdról. Ez volt a célkitűzés. 1962. szeptember 12-én a Rice Egyetemnek a stadionjában szintén mondott egy beszédet, ahol bővebben is kifejtette ezt az egészet, és itt megint jön egy angol idézet, itt van az alján, ami jól hangzik, szóval nekem nem tetszik ez az idézet, ugye azt mondja, hogy elhatároztuk, hogy még ebben az évtizedben eljutunk a Holdra, nem azért, mert ez könnyű, hanem azért, mert ez nehéz. Tehát tisztában voltak azzal, hogy a feladat az ember próbáló lesz, meg mindenfélét próbáló lesz, de mint tudjuk, ugye sikerült végül is ezt a célt elérni, és 1969. július 20-án leszállt a Holdra az első amerikai embereket is szállító űreszköz, ugye az Apollo 11, és mondjuk ilyen képet lehet készíteni, vagy készítettek például az űrhajósok, és ez azért érdekes, mert ugye az előadás sorozatunknak a mottója az kapcsolódik ehhez. Edwin Aldrin mondta, hogy tudom, hogy az égbolt nem a határ, hiszen lábnyomok vannak a Holdon, és közülük néhány az enyém. Itt a lábnyom, ugye Aldrinnak a lábnyoma, amit ők lefényképeztek a Holdnak a porában. Tehát elindult az Apollo program 1961-ben. Ez egy nem olcsó dolog volt, akkor sem. Itt egy olyan összefoglaló táblázat van, amelyik azt összegzi, hogy 1960 és 1973 között mennyibe került az amerikai adófizetőknek a Hold program, azon belül is az Apollo program. Ugye itt mutatja azt, hogy ez majdnem 26 milliárd dollár volt
ez a Hold program. Hogyha átszámítjuk mai dollárra a 60-as évekből, akkor ezt kb. 10-zel kell szorozni, de durván 260 milliárd dollár lenne mai áron. És a teljes Holddal kapcsolatos kutatásoknak az összege az elérte 28 milliárd, mai áron 280 milliárd dollárt. Persze ezeket a pénzeket nem egyenletesen költötték, volt egy felfutási szakasz, meg egy lecsengő. Ez az ábra mutatja, hogy körülbelül 65-66 környékén, tehát a 60-as évek közepén volt a legnagyobb költés ebben a programban. Itt a kéknél, ugye ez az Apollo és a hozzá kapcsolódó programok, itt a kéknél látjuk, hogy ez körülbelül ennek a csúcsa, az valahol ottan, nem tudom, egy 40 akárhány milliárd dollárnál van. Ehhez érdemes hozzátenni azt, hogy 1965-ben az amerikai úgynevezett GDP, ugye a hazai össztermék, az 740 milliárd dollár volt. Tehát 1965-ben az Egyesült Államok az a GDP-nek olyan jó 5-6%-át költötte csak az Apollo programra. Tehát iszonyú nagy pénzbe került ez a program, de végül is sikerre vezetett. A sikerhez vezető út azonban rögös, természetesen közben voltak problémák, és voltak nagyon komoly balesetek is. Ezek közül a legkomolyabb az 1967. január 27-én következett be a programban, amikor az a legénység, amelyiknek az volt a célja, vagy amelyikkel a NASA-nak az volt a célja, hogy azok az eszközök, amik később majd a Holdra mennek, először álljanak föld körüli pályára, és ott néhány keringést megtegyenek. Ez 67. február 20-valahányadikán lett volna a start. Január 27-én egy start szimulációt végeztek, vagy végzett ez a legénység, és sajnos egy zárlatos vezeték miatt a kabinban lévő, bennültek az asztronauták beöltözve teljesen a kabinban lévő tiszta oxigén, aminek a nyomása körülbelül 20%-a volt a normál légkörnyi nyomásnak, begyulladt, és hát gyakorlatilag az asztronauták elégtek a kabinban, nem tudtak kijönni, az árszerkezeteket később módosították ennek a keserű tapasztalat alapján, és akkor ez a három ember, Gus Grissom, aki a parancsnok volt, Ed White, aki a parancsnoki modulnak a pilótája lett volna, illetve Roger Chaffee, aki a Holdcomnak a pilótája lett volna, sajnos halálukat lelték a parancsnoki kabinban a teszt során. Az Apollo programnak ez még nem is Apollo jelzéssel ellátott repülése lett volna, AS-204 vagy valami ilyesmi volt a jelölése, és az elhunyt asztronauták emlékére nevezte el aztán a NASA később Apollo 1-nek, tehát felcímkézte az első Apollo küldetéssel. Ja, azok az emberek, akik ugye valójában elsőként a Holdra léptek 1969. július 20-án, az Apollo 11 legénysége volt, ugye Neil Armstrong parancsnok, Michael Collins a parancsnoki modulnak a pilótája, és Edwin Buzz Aldrin, aki a Holdcompnak a pilótája volt. Július 16 és 24 között zajlott az expedíció, a parancsnoki modult Columbiának hívták, a leszállóegységet, a Holdcompot Eagle-nek, és ugye a nyugalom tengerén szállt le a Holdon, vagy a nyugalom tengerének a közelében szállt le az egység a Holdon, ezért amikor leszálltak, akkor a Tranquility Base volt a hívójelük. Ugye egész addig Apollo 11, amíg együtt volt a két egység, a parancsnoki és a leszálló egység, utána Columbia, és ugye amikor leszállt a Holdcomp a Holdra, akkor a másik híres mondat, ugye the Eagle has landed, ugye a sas leszállt, a Holdcompot sasnak hívták, és leszállt a sas. És ugye megint csak egy ilyen jól idézhető mondat, és nagyon sokszor idézett mondat, ugye az Armstrongnak az első mondata, amikor kiszállt a Holdcombból, a létrán lemászott, ugye, that's one small step for man, one giant leap for mankind, kis lépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek. Nem egészen tiszta, ugye, azóta is megy a vita, one small step for a man, ugye, tehát hiányzik egy névelő, amit az Armstrongnak a mondataiból nem is nagyon lehet kihallani, vagy aki akarja, az kihallja belőle, aki nem, az nem hallja ki belőle a rádióvételnél. Mindenképpen kéne oda egy, ugye ez beleillene, kislépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek. Tehát ez már valószínűleg soha nem lesz megfejtve ez a rejtély, hogy elrontotta, úgy akarta, tehát mi volt
és sajnos Armstrong meghalt már ugye 2012-ben, 10 évvel ezelőtt elhunyt, a Collins tavaly halt meg, az Aldrin még mindig él, talán még jó egészségnek is örvend, 90 fölött van már ugye, de még él. Ezt a kis táblát hagyták ott a Holdon, nem a Holdon magán, hanem az ott maradt leszálló egységnek az alján, ami ugye ott maradt a Holdon, az a rész, amivel visszatértek a keringő Kolumbiára, ugye az nem maradt ott, de ott maradt a talpa, vagy az alja ennek az egésznek, és annak a lábán olvasható ez a felirat ezen a táblán, ugye a három űrhajós és Richard Nixon amerikai elnök aláírásával, hogy itt ezen a helyen lépett először a Holdra az ember a Földről, 1969. júliusában, békével jöttünk az emberiség nevében. Ugye szintén egy ilyen klasszikus mondat. Ehhez rögtön kapcsoljunk egy filmbeli, hát nem nevezhetnénk talán bakinak, de talán érdemes említést tenni róla, hogy a film úgy indul, hogy az űrhajósoknak a társaság, a feleségekkel, gyerekekkel egy partin vesz részt Jim Lowellnek az otthonában, ami pont akkor zajlik, ugye, amikor az Apollo 11 leereszkedik a Holdra, vagy a Holdcomp leereszkedik a Holdra, és a TV közvetítésben követik ezt az eseményt. Majd amikor megtörtént, mindenki boldog, és akkor szétszélednek, elmennek haza, és a Lowell otthon marad ugye a feleségével, kimennek a kertbe, és ott a Lowell elkezdi nézni a Holdat, és a hüvelyk ujjával méregeti, eltakarja, majd megint elhúzza az ujját, és akkor nézegeti, hogy akkor el tudja takarni éppen a Holdat az ujjával, hát hogy oda készül, tehát ugye az a következő lépés számára. Na most 1969. július 20-án a Holdnak a fázisa az ilyen volt, és nem ilyen. Kb. 25-29%-os volt ugye a megvilágítottsága. Itt látjuk, hogy egy jóval nagyobb. Nyilván én értem, tehát filmes szempontból ugye sokkal jobban néz ki egy ekkora hold, mint egy ilyen vékony holdsarló, tehát ezt valószínűleg megbocsáthatjuk a filmeseknek. Még egyszer azért hangsúlyozva, hogy ez nem dokumentumfilm, ugye, bár majdnem minden részletében törekedett a dokumentarista hitelességre, de ez egy filmdráma, tehát egy történetet mesél el filmes eszközökkel, lehetőleg a legjobban közelítve az igazsághoz, a megtörtént eseményekhez, ott, ahol lehet. Ahol nem lehet, mert valami más szempont is fölmerül, ott egy picikét akkor csalhatunk ebben az egészben. A következő ugye az Apollo 12 volt, itt a három űrhajós, Pete Conrad, a parancsnok bal oldalon, Dick Gordon középen, és a parancsnok egység pilótája, és Ellen Bean a jobb szélén, aki a Holdcomb-nak a pilótája volt. Ők egy picikét arrébb szálltak le a Holdon, mint ahol az Apollo 11 leszállt, mégpedig egy olyan helyen, ahova korábban már küldtek műszereket. Egy úgynevezett Surveyor 3 nevű szonda leszállt már a Holdnak ezen a részén, és akkor addig alakítgatták a leszállási tervet, hogy hova menjen az űrhajó, hol szálljon le, amíg úgy döntöttek, hogy ezeknek a szondáknak a közelében szállnak le, és akkor még azt is megnézhetik, hogy a szondák működnek-e, meg adatokat esetleg belőle visszanyernek, és a többi, és a többi. Ez egy sikeresebb expedíció volt abból a szempontból, ugye nyilván az Apollo 11 az első, tehát óriási siker, mindenki örült, nagyon jó az egész, de ugye ebből volt egy kis bibi, volt egy kis baki, mert ők körülbelül 6 kilométerre arrébb tudtak csak leszállni, ahol eredetileg tervezték. Ugyanis a leszállási helyez nem olyan volt, mint amilyennek gondolták előzetesen, és ezért az Armstrongnak arrébb kellett vinni a leszálló egységet. Ez viszont azzal járt, hogy alig maradt benne hát nafta, hogy szokták mondani, ugye egy öngyújtót sem lehetett volna megtölteni, már az öngyújtó ilyen eszköz, ilyen üzemanyaggal működne, mint a Holdcomb. Tehát nagyon ki volt centízve az egész. Ők viszont nagyon pontosan le tudtak oda szállni, ahova a tervek szerint le kellett nekik szállni. A következő lett volna ugye az Apollo 13. A filmben a Jim Lowell felesége megkérdezi a Marilyn Lowell a parti után a férjétől, hogy miért 13. A 13-as számnak egyébként is van szerepe ugye az egészben, sokszor előjön az indulásnál, tehát mindenhol valaki fölbukkan a dátumoknál, egyéb helyeken fölbukkan a 13-as szám, és hát az egyszerű válasz erre Jim Lowellnek az, hogy azért, mert a 12 után a 13 következik, tehát azért jön az.
Hogyan választották ki a legénységet? Ugye általában az Apollo expedíciók legénységének a kiválasztása az nem volt egy egyszerű dolog, de volt egy elég jól követhető sémája a dolognak, amit Dick Slayton, aki a NASA repülőszemélyzeteinek a főnöke volt, és helyettese Alan Shepard talált ki, aminek az volt a lényege, hogy azok közül, az űrhajósok közül, akik részt vettek a programban, kiképzést kaptak, gyakoroltak, először tartaléknak jelölik a hármast, majd utána két küldetést kihagynak, kettőt kihagysz, és a végén repülhetsz. Te jössz a következőnél, ugye? Az Apollo 10-nek a tartalék legénysége Gordon Cooper, Don Isley és Edgar Mitchell volt, emiatt ez szerint, a séma szerint ők következtek volna az Apollo 13-mal. Viszont Shepard, ugye, aki részt vett ebben a kiválasztásban, mint ugye az igazgató helyettes, ő valójában csak kényszerből volt adminisztratív munkát végző ember, irodai munkát végző ember, mert volt neki egy fülbetegsége, amiért nem repülhetett. Viszont valamilyen új műtéti eljárással ezt a betegséget tudták kezelni és helyrehozni, és ennek sikerén felbuzdulva, mivel mindenképpen repülni akart, visszahelyeztette magát a repülőállományba, tehát lemondott a magasabb beosztásról, és még azzal a lendülettel saját magát jelölte az Apollo 13 parancsnokának. És akkor így a repülőszemélyzet, kettőt még kirúgtak belőle, mert az ő viselkedésük nem nagyon tetszett a NASA vezetésének. Hozzáállásuk így Alan Shepard, Edgar Mitchell és Stuart Ruse lett volna a háromfős személyzetnek a tagja. Viszont a NASA vezetés mégiscsak úgy ítélte, hogy ez egy viszonylag tapasztalatlanabb legénység, kevésbé begyakorolt, mint kellene, és úgy döntöttek, hogy egyet shiftelnek, és az Apollo 14-nek a legénység, akiket kijelöltek már az Apollo 14 legénységének, ők előrelépnek, ugye ők voltak a séma szerint az Apollo 11-nek a tartalék legénysége, előrelépnek, és ők fognak repülni. Jim Lowell volt a parancsnok, Fred Hayes volt a Holdcomb-nak a pilótája, és Ken Mattingly volt a parancsnoki modulnak a pilótája. De itt is közben jött valami, és ez a filmben is úgy szépen körbe van járva, hogy a gyakorlások során, amikor a szimulátorokban gyakoroltak, meg mindenféle egyéb tevékenységeket gyakoroltak, ők az elsődleges legénység a tartalék személyzettel együtt gyakorolt, tehát a saját tartalékaikkal. És azok közül Charlie Duke, aki a tartalék Holdcomb pilóta volt, ő valamelyik ismerősétől elkapta a kanyarót, és az érintettek közül egyedül Ken Mattingly nem esett át korábban kanyarón, ezért kvázi veszélyeztetve volt. Itt nézek közben hozzáértőre is, ugye itt szembe velem. Veszélyeztetve volt, és ezért a programnak az orvosa, és nyilván az ő tanácsára a programvezetői úgy döntöttek, hogy nem kockáztatják meg Mattinglynek a repülését, és ezért úgy döntöttek, hogy le kell cserélni. Most így ez vagy az történt volna, hogy az egész legénységet cserélik, és akkor se Lowell, se Hayes nem repül, hogyha ragaszkodtak volna az, hogy ők mindenképpen Mattinglyvel akarnak repülni, de aztán a filmben talán nem teljesen pontosan úgy kifejtett módon, végül is az a döntés született, hogy akkor Mattinglyt lecserélik a tartalék, egy másik tartalékra, a Jack Swigertre, és akkor ő lesz a parancsnoki modulnak a pilótája. A filmben ez úgy meséli el a film, hogy ez a Lowellnek a személyes döntése volt. Lehet, hogy volt benne ez is, de nyilván beleszóltak mások is abba, hogy ez hogy történjen. Tehát ez a három ember lett végül is, aki kiválasztottak az Apollo 13 küldetésre. Ez még az eredeti felállás, ugye? Jimmy Lowell, Fred Hayes és Kenneth Mattingly, Thomas Kenneth Mattingly. Érdemes megnézni az évszámokat, még mindenki él közülük, mind a hárman. De ugye Mattinglynek menni kellett a veszélyeztetettsége miatt, és jött helyette Jack Swigert. Ő már nem él, ugye viszonylag korán, 51 éves korában, 1982-ben meghalt. Egy héttel a start előtt cserélték le a Mattinglyt Swigertre.
Ez a kép szerintem, nem vagyok teljesen biztos benne, de nem találtam Zweigeltről olyan képet, aminek ugyanez a háttere, mint a Lauer és a Hayes képének. Tehát hogy valószínűleg olyan gyorsan kellett egy ilyen képet csinálni róla, hogy nem tudták a korábbi hátteret előszedni, és ezért egy amerikai zászlóval és egy pulpitussal fényképezték le a Zweigeltet. Tehát ő az a három ember, vagy ők az a három ember, aki elindultak az Apollo 13-mal. Hova? Hát a Holdra természetesen, de ugye nem ugyanoda, ahova már az előző kettő leszállt, hanem egy más leszállóhelyet választottak ki számukra. Ez a küldetés annyiban is különbözött az előzőektől, hogy úgynevezett H-típusú küldetés volt, ami azt jelentette a NASA kódrendszerében, hogy ez egy bővített idejű és tudományos célú leszállás volt, ami két gyalogos holdsétát is magában foglalt. Ugye az volt gyalogos, mert a későbbi Apollo expedíciók azok vittek ugye magukkal kis autót is, holdjárót, és ott már mentek azzal is az űrhajósok, de ők még nem ugye, tehát ők gyalogosan kellett volna a Holdon tevékenykedniük. Az Apollo 12 az megmutatta azt, hogy valójában lehetséges az, hogy egy ilyen egységet azt oda tegyenek le, hova akarják, ahova eltervezték előre, nagyjából hajszál pontosan. Úgyhogy mondtam, az Apollo 11-nél ez nem sikerült, az Apollo 12-nél ez tökéletesen sikerült. Az Apollo 11 és Apollo 12 az úgynevezett tengerekre szállt le, vagy tengeri területekre, ugye ezek csak az elnevezés a tenger, máre vagy a síkság, valójában ezek ilyen sík területek a Holdon, amikor nézzük a Holdnak a felénk forduló oldalát, akkor ilyen sötétebb sík területekről van szó. Ezért az Apollo 13-nek egy más típusú leszállóhelyet választottak, ahol már a leszállóhelyen geológiai méréseket is végeztek volna az asztronauták. Ez az úgynevezett Fra-Mauro formáció, amiről azt gondolják, hogy ez a Mare Imbrium, az esők tengerét létrehozó nagy kozmikus becsapódás során kidobódott anyagnak a törmeléke található ezen a területen. Az elnevezést a kráter, vagy a terület Fra-Mauro bencés szerzetesről kapta, velencei bencés szerzetes, valamikor 1400 és 1464 között élt, és az ő nevéhez fűződik az addigi legpontosabb világtérképnek a létrehozása, amelyeken például már a gízai piramisok is fel voltak tüntetve, és a maga a leszállóhelyét vannak a tág környezete, az így néz ki egy későbbi Apollo expedíció, az Apollo 16-nak a felvételén. Ugye ez a Hold felénk forduló oldala, amit mindig láthatunk, amikor a Hold a horizont fölött tartózkodik, és ez a három pont jelöli azt, hogy hol szárt le az Apollo 11, ugye a Nyugalom tengerének a szélén valahol hol szárt le az Apollo 12, ott a Surveyor Carter környékén, és hol tervezték az Apollo 13 leszállását, ez a Fra-Mauro formáció. Ha valaki nem hiszi azt, ugye vannak sokan, hogy ez az egész egyáltalán megtörtént, most nem csak az Apollo 13, hanem az egész amerikai Hold program, hogy egyáltalán jártak emberek a Holdon. Ugye vannak sokan, akik hajlamosak ezt feltételezni, ilyen-olyan behatásokra. Akkor ajánlom a figyelmébe ezeket a képeket, illetve azt a websájtot a NASA-nak a honlapján, amelyik ott föl van írva. A Hold körül, ugye elég sok űrszonda kering a Hold körül is, amelyik nem szálltak le, nem is emberesek, csak méréseket végeznek. Az egyik ilyen űrszonda az a Lunar Reconnaissance Orbiter, az az LRO, amelyik nagyon sokszor megkerülte a Holdat, és gyakorlatilag föltérképezte, lefényképezve a Holdnak az egész felszínét. És olyan fényképeket tudott készíteni, ugye ez néhány száz kilométeres magasságban a Hold felszín felett, nyilván a Földről ilyeneket nem tudunk elkészíteni, még a legnagyobb távcsövekkel sem, amelyeken nagyon jól látszanak azok a nyomok, amik az Apollo küldetéseknek a nyomai. Tehát bal oldalon az Apollo 11, itt pedig az Apollo 12-nek a
a nyomai, és hogyha megnézzük, ugye, meg belenagyítva is, itt például az Apollo 12-nél az az egység, ami ott maradt ugye a Holdon, annak a képe, látszanak nyomok a Holdon, ugye, hogy elment az űrhajós ahhoz a műszerhez, amit ez a Surveyor 3 űrszonda korábban lerakott a Hold felszínére, ebben a kráternek a szélén. Aztán itt egy másik műszer együttes, ugye, a nyíllal megjelölve, hát itt pedig ugyanaz, hogy az Apollo 11-nek az ott maradt, a leszálló egységének az ott maradt része szintén látható. A skála ugye 50 méter, illetve 100 méter itt fönt látható. Ha valaki erre is azt mondja, ezt is megrendezték, persze az is szíve joga, de ugye ez egy olyan bizonyítéknak tűnik már, ami amellett, hogy miért áldoztak volna az amerikaiak sok milliárd dollárt arra, hogy becsapják a világot, mikor ebből a sok milliárd dollárból ugye meg lehet csinálni valójában valójában az expedíciókat is, meg a folyamatot is, akkor továbbra is mondom, ha nem hiszik el, akkor szívük joga, de ezért érdemes tanulmányozni ezeket a képeket. Ugye itt a programnak a célja volt már, hogy ezeket a kutatási tevékenységeket kicsit hatékonyabban végezzék el. Szó szerint geológiai vizsgálatokat végezzenek a Hold felszínén az űrhajósok, és ezért szükség volt arra, hogy ezt a képzést is megerősítsék. Tehát, hogy ne csak a műszaki részét vigyék ennek a programnak, hogy hogy kell az eszközöket kezelni, hogy kell egyáltalán leszállni a Holdra például az űrhajóval. Ezt egyébként ők már elég jól tudták, ugye, mert az Apollo 11 tartalékaként ezt elég jól begyakorolták, már csak fel kellett frissíteni ezeket a rutinokat valójában, hanem egyéb ugye, tudományos kutatásokat is jobban tudjanak elvégezni, és ezért megnyerték az egyik geológus űrhajós korábbi professzorát, egy Lee Sirwell nevezetű geológust, arra, hogy ő trenírozza az űrhajósokat erre a geológiai kutatásokra, és például itt ez a kép azt mutatja, hogy Lowell és Hayes Hawaii-n egy olyan Holdhoz valamennyire hasonlító környezetben geológiai méréseket végez különböző műszerekkel. Tehát itt már dedikált cél volt a tudományos feladatoknak az elvégzése is. Ez az expedíciónak, ugye az Apollo 13-nak a jelvénye, ugye az űrhajósok ruháján is lehet látni, a mellükön, a karjukon például, minden ilyen expedíciónak volt egy-egy jelvénye. Erre a Apollo napisten szekerét vontató paripákat választották ugye a jelképül. A jelmondat pedig ugye ex luna scientia, tudás a Holdról valami ilyesmit jelent, vagy a Hold segítségével, az a tudás, amihez a Hold segítségével juthatunk hozzá. Érdekes az, hogy a száma az expedíciónak római számmal szerepel rajta, és nem arabbal, mint ahogy a többin. Ez is utal talán erre a kapcsolatra. Illetve egy másik érdekesség, hogy nem szerepel rajta a legénységnek a neve. Ez annyiból volt ugye jó, hogy akkor, hogyha rajta lett volna már az eredeti a Mettinglinek a neve, akkor kicsit nehezebbet volna újra majd gyártani jelvényeket. Nem szerepel rajta, egy ezzel nem volt gondjuk. Az űrhajónak az elnevezése az a parancsnoknak volt a joga, és a Lowell úgy döntött, hogy Odysseusnak fogja elnevezni a parancsnoki modult. Az ugye, ez egy közszó tulajdonképpen manapság már, ugye az Odysseus kalandjaiból, valami kalandos bolyongást, vándorlást szoktunk ilyesmi alatt érteni. Mikor Lowell kiválasztotta, akkor de valószínűleg nem sejtette, hogy mennyire kalandos bolyongás lesz ez valójában, ahova vezetett az egész. A holdkompot, a leszálltséget pedig Aquariusnak nevezték el. Sokan azt gondolják, vagy ez egy ilyen bevett elgondolás, hogy ez az akkor megjelent Hair című musicalből az Aquarius című dalra utal, de valójában a Lowell azt mondja, hogy ez az Anuket egyiptomi istennek a római nevéből jön, ugye, aki az áradást hozza el Egyiptomba, és az áradással pedig ugye a termékenységet és a tudást is a Nílus völgyébe. Ahhoz, hogy egy ilyen expedíció flottul működjön, természetesen rengeteg embernek a támogatása kell a Földön. Ugye a világűrben ők ott vannak hárman, bezárva abban a nagyon kicsi térrészbe, és a földi személyzet segítsége nélkül nem működne ez a dolog. Itt egy korabeli kép látható arról, hogy hát ez a vége volt már valószínűleg, amikor
szerencsésen visszaérkeztek, a földi irányító személyzetnek egy része. A főnökük, vagy pontosabban az egyik főnökük, a filmben csak ő volt kiemelve valójában, és végig ő játszotta az irányító szerepét, ugye, akit Ed Harris alakított, ez Gene Kranz, Eugene alias Gene Kranz. Az irányító teremben, vagy az egész irányításban négy darab csapat működött, az úgynevezett White Team, a Black Team, a Maroon Team és a Gold Team, és a Kranz a White Teamnek volt a vezetője. Ők felváltva csinálták az irányítást. A filmben ez nem igazán jött ki, ott az egészet, ahogy mondtam, a White Team csinálta végig a film szerint, és voltak még olyan emberek, ugye, akiknek kiemelt szerepe volt abban a szempontból, hogy ők tartották a kontaktust az űrhajósokkal. Ezeket úgy hívták, hogy Capcom, a Capsule Communicator, ugye a kapszul, tehát a hajóval való kommunikáció, Capcom volt a rövidítése. Az egyik az Jack Lousma volt, ilyen ismert Capcom, illetve talán kevésbé ismert a Joe Curran. Mind a kettőnek lesz szerepe, hogy mikor volt fontos szerepe a történetben, a sztoriban. Ő pedig ugye a valódi Gene Kranz, az irányítóknak az egyik főnöke. Azért érdekes, mert egy jellegzetes viselete volt, mégpedig ez az újatlan mellény. És a mellényeket mindig a felesége szerezte be számára, minden új küldetéshez egy új mellény dukált. A filmben is egy kiemelt pillanat az, amikor meghozzák egy papírt kartontobozban, sejenpapírba csomagolva az éppen aktuális mellényt a Kranz számára a feleségétől. Martha Kranz nagyon gondosan válogatta ezeket a mellényeket, és hát ezt a gondosságot meg kellett ismételni valójában a filmben is, mert 29 mellény közül választották ki a filmben azt, amelyik végül Ed Harris-szel rákerült a forgatás során. Valahogyan így nézett ki, mint ahogy a Kranzen is látható a mellény. A hitelességet alátámasztotta az is, már a filmnek a hitelességét, hogy olyan környezetbe helyezték az egészet, itt most elsősorban itt ezek alapján, a képek alapján az irányító központról van szó, ami gyakorlatilag egy-egybe ugyanaz volt, mint az eredeti. A valódi irányító központ, ez a Mission Control Center, ez a Johnson Space Centerben van, a 30-as épületben vagy volt, Houstonban, és a NASA fel is ajánlotta a filmeseknek, hogy ő hajlandó rendelkezésükre bocsájtani ezt az irányító központot, hogy ott forgassák a filmet. A rendező viszont úgy döntött, a Howard, hogy inkább megépítik nulláról a teljes másolatot. Ennek az okát nem igazán tudom, valószínűleg az lehetett, hogy abban az évben, vagy akkor 95-ben az a központ ez nem volt olyan nagyon jó állapotban. Aztán felújították azóta, és tényleg helyrehozták abba az állapotába, hogy annak idején kinézett, ezért újraépítették az egészet. Így itt látható egy eredeti kép, így itt van a Kranz, a repülős irányító, a Gene Kranz. A kivetítőn éppen Hayes van, a Fred Hayes, ez pedig ugye a filmből egy képkocka, itt a Kranzet alakító Ed Harris és egyéb irányító személyzetek. Hát ha összehasonlítgatjuk, ugye a pultokat, meg a monitorokat, meg a kapcsolókat, gyakorlatilag egy-egybe ugyanaz a díszlet, ugyanúgy megépítették, ahogy annak idején ez kinézett. És ezek a szereplők, akik az irányítókat játszották, ezek szintén egy komplett kiképzést kaptak. Ez a Jerry Griffin, ez egy másik irányító volt, illetve az irányítóknak egy főnöke később. Jerry Bostick, az szintén ott volt annak idején, az Apollo 13 idején az irányítók között, illetve Dave Scott, ő pedig egy űrhajós volt, ők a filmnek a szakértői voltak. És ezt az egész személyzetet, a színészeket ők teljesen kiképezték, az összes rádióadást, forgalmazást, ami zajlott a központ és az űrhajó között, azt ők töviről hegyire nem tudom hányszor meghallgatták, az átirataikat, ezt transcriptnek hívják, ugye az átirataikat dátumbélyegző, vagy timecode-okkal ellátva, vagy mikor ki mit mondott, azt is oda-vissza kívülről fújták valójában, tehát tényleg nagyon autentikusan tudták előadni, és színészek voltak ráadásul, nagyon autentikusan tudták előadni azt, hogy mi történt az irányító központban az expedíció során. Na, hogy jut el a világűrbe egy ilyen eszköz? Ez az egész cucc, amit föllőttek, a Saturn 5 rakétába szerelve a Holdra menő egység,
Ugye három fokozata van a rakétának, ugye ezt talán nem nagyon megyünk bele most, ugye csak úgy kilőni a világűrben nem nagyon lehet semmit, az egy bonyolult dolog, az úgynevezett lépcsős rakétával, vagy ez a lépcsős technikával különböző meghajtó fokozatok vannak, és amikor az egyik kiég, akkor azt ledobják, leválik, és annak a tömegét már nem kell cipelni tovább, ugye, tehát egy kisebb tömeget lehet gyorsítani. Ugye itt az első fokozat, a második fokozat, a harmadik fokozat, illetve ezek fölött beépítve a holdkomp a leszállóegységgel, illetve az úgynevezett szervizmodul, és a végén a parancsnoki kabin, amiben az űrhajósok majd helyet foglaltak a visszatéréskor, és a legvégén még van egy ilyen kis csúcsos rész, ez a Launch Escape System, ugye ez a, hogyha valami baj történik a kilövés közben, adott időhatárig természetesen nem lehet bármikor megtenni, akkor azt még úgy le tudják a tetejéről kapni a kapszulával együtt, tehát az űrhajósokat valahogyan félre tudják rántani, és akkor ejtőernyővel visszahozni. Nyilván ez nem túl magasan járó rakéta esetén lehetséges csak. Ez a szerelés volt az Apollo programnak a standard kilövő eszköze, hordozó eszköze. A többi eszközt is, a többi Apollo expedíciót is hasonló rendszerre juttatták a világűrbe. 1970. április 11-én 19 óra 13 ugye világidőkor történt meg a start Cape Canaveralből a 39A indító állásról. A filmben ugye van egy olyan jelenet, amikor az egész rakétát erre a nagy lánctalpas eszközre, hordozó eszközre, amivel ugye odavitték a kilövés helyére, azt úgy kigördítik. Ezt a film szerint két nappal a kilövés előtt tették meg. Hát ez legalább két hónappal volt a valóságban a kilövés előtt, amikor ez kikerült az indító állványra. Minek utána már ott az indító állványon is végeztek különböző gyakorlatokat, meg szimulációkat ezzel a rendszerrel, a fellövés előtt jóval az űrhajósok. A start az hibátlanul sikeredett valójában, de aztán utána elkezdtek jönni a gondok. Itt az alsó képen ez egy film, a filmből vett, ez az eredeti kilövés, ez pedig a filmből vett képkocka, ahol a Matt Ingley, ugye ezért az őt játszó Gary Sinise, ugye, aki nem repült a vélelmezett leendő betegsége miatt, az innen nézi valahonnan az autójára támaszkodva a startot. Ugye ez annyiban nem igaz, két dologban sem, hogy valószínűleg ilyen közel még a Matt Ingleyt sem engedték volna ugye a kilövéshez, mint ahogy itt a filmben ábrázolják. Másrészt a valóságban, ugye Cape Canaveral, Florida, másrészt Matt Ingley a valóságban Houstonban volt végig az irányító központban, tehát nem lehetett itt a kilövésnél. Tehát megint egy filmes eszköz, jól néz ki nyilvánvalóan. Annyira jól néz ki, hogy ugye a startot azt teljesen újra csinálták, számítógépes animációval, ugyanis a rendező úgy döntött, hogy nem használ föl archív felvételeket. Még a kilövésről sem archív felvételek. Vannak benne azért ilyen híradó felvételek, amikor az adott időknek az amerikai híradósai beszélnek az expedícióról, de azok is csak rövid ideig vannak bevágva. A startok magát ezt teljes egészében újra alkották, és az annyira jól sikerült, hogy egy ilyen belső vetítéskor, amit ilyen zárt közönségnek, tehát a Hold programban résztvevő korábbi űrhajósoknak vetítettek, még a premier előtt nyilván, akkor utána az Aldrin megkérdezte a rendezőt Ron Howardot, hogy hol találták ezeket az archív felvételeket, mert honnan vette, ezt eddig nem látta ezeket a felvételeket, honnan került elő. És akkor mondta neki Howard, hogy ez sehonnan, mert ezt most csináltuk ezeket a... Tehát nagyon élethűre sikeredett az egész. Ugye bajok az emelkedés közben kezdődtek, amikor a második fokozatnak, ugye itt öt hajtómű, öt fúvóka van, négy körben, és van középen egy ötödik. Az az ötödik fúvóka, az a tervezetnél két perccel korábban leállt, és ezt úgy oldották meg végül is, hogy a négy külső hajtómű az 34 másodperccel tovább működött, mint kellett volna, vagy mint tervezték, és a harmadik fokozatot ezt is egy picivel tovább, 9 másodperccel tovább használták a gyorsításra, hogy azt a hatást, amit ugye a középső fúvóka nem tudott előidézni, azt visszanyerjék valahogyan a többinek a segítségével. Amikor az egész földkörüli pályára állt, akkor ezek az eszközök ugye,
amik itt vannak az elejében, tehát maga a holdra szálló, a holdig menő és a holdra szálló egységek, azok még nem egészen abban a helyzetben vannak, ahogyan végső állapotban lenniük kell. Nem tudom, ezen képen mennyire látszik, a parancsnoki modulnak az irányultsága, ugye ez a csúcs, az elég jól látszik, a szerviz modul a fúvókájával, az is elég jól látszik, és itt van bent a holdra leszálló egység, a talpai erre néznek lefele. És akkor ezt el kellett érni azt, hogy a végén, mielőtt elindul a holdra ez az egység, még a föld körül kering, ezt a irányultságot ezt megfordítsák, és a hold komp, ez, az szembe legyen a parancsnoki egységgel és a szerviz modullal. Így szembefordítva. És majd ez az egység ebben a formában a hold komp előre fog elindulni a hold felé. Itt a filmben van egy kis rész, ahol ugye a Zweigert, aki a parancsnoki modulnak a pilótája volt, neki volt a feladata az, hogy ezt a manővert összehozza, és aki pici izgulásot volt ugye a másik kettő részéről, legalábbis a filmben, hogy meg tudja csinálni, és akkor még az is elhangzik, hogyha a Zweigertnek nem sikerül, akkor ugrott az egész küldetés. Ez nyilván megint egy picikét filmes túlzás. Ha a Zweigertnek nem sikerül, persze ő volt a legjobban kiképezve, és ő volt a legtapasztaltabb ez ügyben, tehát ha neki nem sikerül, akkor a másik kettőnek is nehéz lett volna, de ők is meg tudták volna elvileg csinálni ezt a manővert. És akkor, hogy ez megtörtént, ugye ez az összekapcsolódás, akkor utána még egy fordítás következik rajta, hogy a hold komp legyen előre, ugye itt van egy nagy fúvóka, amit közben használni kell, ez legyen hátul, és akkor elindulhat az egész a hold felé. Ugye az első momentum itt van ugye a felbocsátás, Cape Canaveralből, Floridából, először van egy ilyen parkolópálya a föld körül, majd amikor megcsinálták ezt az átrendezését az eszközöknek és az összecsatolását újra, akkor elindulhat a hold felé, ezt úgy hívják, hogy a Translunar Injection, ugye TLI szokott a rövidítése lenni, és elindul a hold fele. Első pályák az Apollo 8, ugye az Apollo 8-al repült már a Lowell, ez volt az első Apollo misszió, amelyik megkerülte a holdat. Nem szálltak még le, csak megkerülték, ugye az volt a feladatuk, hogy ezt demonstrálják, hogy ez lehetséges. Az Apollo 8, az Apollo 10 és az Apollo 11 esetében ezek a pályák úgynevezett szabad visszatérési pályák voltak, ami annyit takart, hogy ha ezen a pályán nem csinálnak semmit, és valami gond történik, akkor mindenféle beavatkozás nélkül kvázi magától visszajön az űreszköz a Földre. Megkerüli a Holdat, és egy ilyen fura nyolcas alakú pályán visszajön magától a Földre. Ez persze csak azért nyolcas, mert ugye ez így kimerevítették a képet, valójában nem nyolcasnak kéne lennie, mert ugye közben a Hold is mozog. Ugye itt egy háromnapos út a holdig, meg háromnapos út a holdtól visszafelé, tehát ez csak azért ilyen nyolcas alakú, mert valahogyan befagyasztották ebben a középső állapotban a képet, és összetolták a pályákat úgy, hogy ezen jó. De jól néz ki. Tehát ez a szabad visszatérési pálya. De természetesen, hogyha le akarnak szállni a holdra, akkor egy bizonyos pontnál el kell szakadni erről a szabad visszatérési pályáról, és be kell avatkozni a hajtóművekkel, hogy az egész eszköz az a hold körüli pályára állhasson, ez a másik kép, ez már ezt is mutatja, az egész eszköz hold körüli pályára állhasson, ott leválhasson róla a holdkomp, leszállhasson a felszínre, addig a parancsnoki egység meg a szervizmodul kering a hold körül, majd amikor a holdkomp elvégez, az űrhajósok a holdon elvégezték a dolgukat, akkor újra felszállnak a holdkompnak egy részével, az alsó része ott marad a felszínen, csatlakoznak az ott keringő parancsnoki egységhez és szervizmodulhoz, kicsit fordulnak erre, kicsit fordulnak arra, és akkor becélozzák a hazafelé vezető utat, aztán elindulnak. Ugye itt különböző ezek a kis lángocskák, nem tudom mennyire, úgy hívják, hogy burning, ugye gyújtás, vagy égetés inkább talán, égetés, amikor a hajtóműveket működtetni kell közben, hogy erről a szabad visszatérési pályáról, vagy az Apollo 12 és a 13 esetében már ezeknek egyfajta módosított változatáról a hold körül járjanak, vagy onnan el tudjanak indulni. Tehát ez egy normál lefutási módja lett volna az expedíciónak, mint ahogy megtörtént az Apollo 11 és az Apollo 12 esetében, de hát valójában ugye nem ez történt. Míg repültek a holdig, ugye ez három nap, addig, hát
ugye ez unalmasnak gondolták ezt az utat, tudjuk, hogy nem az lett valójában, de hát valamivel szórakoztatni kell a munkán kívül is magukat, meg hát a nagy közönséget és ugye a publikumot, aki azt a sok milliárd dollárt ugye összedobja, hogy ők elmehessenek a Holdra. És ezért a háromnapos út során tévéközvetítéseket adtak az űrhajósok, korábbiak is, de ők is, és három ilyen tévéközvetítés volt az út során. Itt felsoroltam azokat, hogy mit csináltak. Az összekapcsolódás a holdkompal, meg a rakéta utolsó fokozatának a leválasztása, a hordozó rakétának a leválasztása, aztán a különböző gyújtásoknak, az első gyújtásnak az előkészületei, és maga a hajtóműindításnak a közvetítése szintén. Ez azt jelenti, hogy 30 óra 40 perc 49 a kilövéstől számított időt mutatja. Illetve egy harmadik volt a holdkomp első életre keltésének a közvetítése, amikor átmásztak a holdkomba, és ott az műszereket bekapcsolták és tesztelték, hogy működnek-e. Közben ugye azt is megcsinálták, hogy a hordozórakétának az utolsó fokozatát, annak az üzemanyag maradványát felhasználva, azt úgy módosították a pályát, hogy ez végül becsapódott a holdba. Itt látható az Apollo 13 hordozórakétája utolsó fokozatának a becsapódása által okozott kis kráter, ugye megint 100 méter a méretskála. És ez azért volt érdekes, hogy azért csinálták, mert az Apollo 12 korában már helyezett el ugye olyan műszereket a Holdon, amik ilyen szeizmométerek, amik rengésekre voltak érzékenyek, mint amit a Földön is használnak a geofizikusok a földrengések detektálására, és azzal a műszerrel, ami ott volt a Holdon, lehetett is detektálni ennek a rakétának a becsapódása által okozott rezgéseket a Hold felszínen. Viszont ez az egész a filmben ez szintén elég jól kivesézik. Hiába adtak ők szerencsétlenek televíziós közvetítést a Holdkompról, az a Földön néhány emberen, az irányítóközpontban tartózkodókon és a hozzátartozókon kívül senkit nem érdekelt. Az amerikai tévétársaságok nem vették át a NASA közvetítését, mondván azt, hogy ez még a harmadik expedíció volt csak, hogy ez már rutin dolog, most az embereket már nem érdekelt. Leszállt az Apollo 11, leszállt az Apollo 12, Zákson most akkor az Apollo 13 mit fog ugye újra, ez már az embereket nem érdekli. Tehát nem is adta ki sem, nyilván nem volt annyi tévécsatorna még 1970-ben, mint manapság, tehát néhány fő vezető csatorna volt, de a dolog nem érdekelte őket. És ugye meg is kérdezi a Lowell felesége a ilyen názás sajtóstól vagy kommunikációs munkatárstól, amikor nézik a közvetítést, hogy tudják, hogy nem nézi őket senki. És akkor mondja az a válasz, hogy hát majd rájönnek meg tudni, amikor leszállnak utána, hogy nem volt rájuk senki kíváncsi. Egy ilyen momentum a filmben már előjött, még egy korábbi látogatás a film korábbi részében, amikor a Lowell körbevezetett egy kongresszusi küldöttséget az űrközpontban, és akkor ott az egyik képviselő az föl is tette a kérdést, hogy hát az miért kell ezt csinálni, vagy mi ennek a haszna, mert az ő választói, azok ugye megkérdezik ám aztán, hogy ezt a sok pénzt miért erre költik, és miért nem másra költik, nem tudom én. És hogy ezt valahogy elütötte a lábbal egy élcel a dolgot, de ez motoszkált az emberek fejében, meg a döntéshozók fejében, hogy hát kell nekünk ez a Hold program ebben a formában, ezzel a költségvetéssel, meg ilyen nagy költségvetéssel, vagy sem. Volt még egy érdekes dolog, ami 46 óra, 40 perc, 2 másodperckor, amikor az irányítás, tehát a földi személyzet az azt észlelte, hogy a kettes oxigén tartálynak a mérőrendszerével valami nem stimmel, de aztán ezen túlléptek, mert a következő egy órával későbbi mérés vagy vizsgálat során már jól működött az egész. De hát nyilván ennek szerepe lesz a későbbiekben. Egy fontos részhez érkeztünk. Nyilván sokan emlékeznek erre a négy sorosra. Faludi György kiváló fordításában François Villon halálítéletének a szélére írt négysorosa. Francia vagyok Párizs városából, mely lábam alatt a piszkos mélybe vész, és most méterhosszan lógok egy nyárfaágról, és nyakamon érzem, hogy seggem mély nehéz. Ugye, csodálatos sorok. Itt a súlytalanságról szeretnék beszélni egy kicsit. Ugye, ami a repülés során, a Holdhoz tartó út során
az űrhajósoknak a lételeme, mert ebben kell élniük három meg néhány napig, amíg ott vannak, kivéve amikor a hold felszínen vannak. És ugye ezzel a súlytalansággal kapcsolatban elég sok ilyen kis félreértés, meg nem tudom mi van, erre már kitértem a múltkori előadásomban is. Ja, nagyon sokan azt mondják, de itt nagyon érzékletesen megfogalmazta Villon, hogy mi a súly, ugye? Nagyon kicsit leegyszerűsítve Villon nyomán azt mondhatjuk, hogy a súly az erő, amivel a viszintes alátámasztást nyomjuk, vagy a függőleges felfüggesztést húzzuk, ugye? És érzem, hogy mi nehéz a seggem, ugye? Ha nincs ilyen erő, akkor nincsen súly. Ugye általában azt szokták mondani, és az amerikai elnevezés is, vagy az angol szász elnevezés is egy kicsit félrevezető ebben, ott ez a zero G, ugye, a nulla G, a nulla gravitáció, hogy ez, azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy nincsen gravitáció. Nem igaz. A súlytalanság az nem egyenlő a gravitáció hiányával, a súlytalanság egyenlő azzal, hogy csak gravitáció van. Tehát nincs az, ami alátámaszt, meg nincs az, ami ugye felfüggeszt. Na most a filmnek egy nagyon nagy erénye az, hogy ezt a súlytalansági helyzetet, ezt az alkotók nagyon jól tudták reprodukálni a filmben. Tehát mindenféle egyéb trükkök nélkül, számítógépes trükkök, meg ilyesmik nélkül, ők, az űrhajósok nagyon jól el tudták játszani azt, hogy ebben az állapotban vannak a repülés során. Azokat a részeket, amik a Holdcomban, meg a parancsnoki modulban játszódnak a repülés közben, azokat mind ilyen technikával vették fel, kivéve azokat, amikben nem látszanak egész alakban az űrhajósok, hanem csak félig mondjuk, azokat a földi körülmények között csinálták, ott már kicsit imitálva azokat a mozdulatokat, amik a súlytalanságban működhetnek. Hogy lehet ilyet csinálni? Ennek a módja egy repülőgép, aztán sok ilyen repülőgép van, de a NASA-nak is van ilyenje, vagy volt ilyenje, meg sok mindenki másnak is van ilyenje. Repülés során lehet a súlytalanságot szimulálni. Ugye valószínűleg sokan repültek már önök közül, és talán nem nagyon érezték, hogy ez a súlytalanság előállt volna. Ha igen, akkor ott baj van, akkor ott valami egyéb gondok is vannak. Hirtelen elkezd zuhanni a repülőgép ugye nagy sebességgel lefele, akkor ott előállat, akkor jó, hogyha be vagyunk kötve, de az meg ugye egyéb gondokat jelez. Hát itt is zuhannak a repülőgéppel, meg emelkednek, csak ezt direkt csinálják. Itt ez az ábra azt mutatja, hogyha egy erre felkészített repülőgéppel egy ilyen pályán repülünk, aminek egyik része, ez a felső része, ez ilyen parabola alakú pálya, akkor egy bizonyos részén a pályának, itt a legmagasabb rész egy környezetében előállhat ez a, ugye angolul zero G-nek nevezett, de inkább súlytalanságnak hívjuk ugye az egészet, ez az állapot. Ehhez persze az kell, hogy ezen a meredek szakaszon, meg a csökkenő szakaszon, ott a személyzet, aki részt vesz ebben, az mondjuk egy 1,8 G-s gyorsulást is elviseljen. Ez a földi nehézségi gyorsulásnak az 1,8-szerese. Tehát amiben mi naponta létezünk, az az 1 G. Ha az én tömegemet megszorzom ezzel az 1G-vel, akkor megkapom azt az erőt, amivel nyomom a viszintes alátámasztást, és amivel a viszintes alátámasztást nyom engem ellenkező irányban fölfele. Ha Villon tömegét szorozzuk meg ezzel, akkor megkapjuk azt az erőt, amivel a Villon húzta a kötele, nyakán lévő kötelet, ugye? Meg a kötél húzta az ő nyakát. Ez körülbelül olyan 25 másodpercig tart ez a szakasz, amikor ez a súlytalansági állapot előállott a kettes pont környékén. Fölmegy a repülő, kicsit ezt az ívet beveszi, majd elkezd nagy sebességgel kvázi zuhanni, vagy süllyedni, és közben 20-25 másodpercre előáll ez az állapot. Most a filmben ezeket a jeleneteket úgy készítették el, hogy sikerült megszerezniük, nem volt könnyű, a NASA először nem is akarta ezt odadni, ezt a KC-135-ös típusú repülőgépet, ami ilyen manőverekre van felkészítve, a beceneve a Vomit Comet, a hánytató üstökös az egésznek, amivel ezt meg lehet csinálni. Ezt hosszú időn keresztül használták, naponta olyan 60-80 ilyen flakkot lehet megcsinálni vele, ugye egy ilyen ívet, két részre bontva, mondjuk délelőtt 30-40-et, meg délután 30-40-et, és összesen a stáb színészekkel, operatőrökkel együtt 612 ilyen parabolát
csináltak végig, és ezekből álltak, a közben felvett jelenetekből álltak össze azok a részek, amelyek a filmben ilyen súlytalanságban játszódó jelenetekként ábrázolódnak a Cold Combban, illetve a parancsnoki egységben. Összesen 3 óra 54 percet töltöttek ilyen súlytalanság állapotában, és hát ez bizony gyógyszer is kell, és ezt leírják valahogy, hogy a Hanks egyszer nem vette be ezt a gyógyszerét, és lett is belőle hánytatás. Azt mondja, hogy olyan rosszul még nem érezte magát életében, mint abban az időszakban, amikor gyógyszer nélkül csinálta ezt az egészet. Tehát ezzel az eszközzel nagyon szépen meg lehetett csinálni ezeket a jeleneteket, teljesen élethűenek tűnnek, mert valójában előáll a súlytalansági helyzet. Ugye annyival volt bonyolultabb a dolog, most képzeljük el azért, hogy az egész, a forgatókönyv szerint az egészet fel kellett osztani, ezeket a jeleneteket 25 másodperces vagy 20 másodperces etapokra, amiben aztán bele kell férni annak, mert különben jön a gravitáció, vagy jön a súly pontosabban, ugye. Tehát mindenkinek nagyon észnél kellett lenni, mindenkinek nagyon jól kell tudni a szerepét, amit akkor kell csinálni, de ezt azért abszolválták az űrhajósok. És hogy valóban ilyesmi történt, mozgóképet direkt nem tettem bele az előadásba, ez egy állókép, amikor, hát nem tudom mennyire látszik, ez egy, itt ugye a Lowell, a Hanks, ez pedig a Bill Paxton, ugye a Hayes, és itt van a nyílnak a végén van egy duct tape. Szalag, ugye? Ez a múlt kérdésben is volt már ez az univerzális csodafegyver, ez a duct tape, ugye ebben is előkerült, amivel majdnem mindent meg lehet oldani, amit nem, azt nem is érdemes valójában. És ennek a jelenetnek a végén, az utolsó néhány tized másodpercben láthatjuk azt, ott van egy vágás benne, hogy ez az addig lebegő duct tape, meg az addig lebegő haze, az hirtelen ugyanabban az irányban indulnak el. Erre jobbra, amerre nyilak mutatnak. Ekkor lett vége annak a 25 másodperces etapnak, amiben ugye a súlytalanság érvényesült, megjött a súly, és abban a pillanatban annak az erőnek a hatására minden, inkluzíve a duct tape, meg a Bill Paxton is elindult egy irányba, jobbra a képen. Amikor az utolsó tévéadás lement, akkor a filmben is mondja a Lowell, hogy megszüntetik, vagy újraindítják a hőkiegyenlítő forgást. Az egész rendszer a hossztengelye körül forgott, azért, hogy hatékonyan tudja a hőcserét megoldani, és amíg a tévéadás ment, addig leállították, hogy az antennák, amik adják az adást, azok fixen a föld fele mutathassanak, tehát hogy ne zavarja ez a forgó mozgás az egészet. Elkezdték újra forgatni a rendszert, és a földi irányítás azt kérte, hogy akkor az oxigéntartályokat keverjék meg. Ez azt jelentette, hogy be voltak építve az oxigéntartályokba ventilátorok, és azokat a ventilátorokat be kellett kapcsolni, áram alá kellett helyezni, azok megpörgették, vagy felkeverték az oxigént a tartályokban, és akkor pontosabb mérést lehetett nyerni a nyomásáról az egész rendszernek. Ezt a Zweigert meg is csinálta, majd utána, hát a filmben azonnal a valóságban eltelt közben 95 másodperc a logok szerint, az átiratok szerint, egy nagy dörrenést vagy csattanást hallottak a Holdcomban, vagy az űrhajóban az űrhajósok, és ugye ekkor hangzott el ez a klasszikus mondat, ugye, amit klasszikusan úgy idéznek, hogy Houston, we have a problem, Houston, van egy kis problémánk. Valójában ugye itt látható, hogy mi történt pontosan a hangfelvételek és az átiratok alapján. A Hayes mondta azt, hogy oké, Houston, és közbeszólt a Zweigert, I believe we have had a problem here. Ugye felhívom a figyelmet ugye az igeidőknek a különbözőségére. Ugye ez már egy befejezett dolog, hogy volt itt egy kis problémánk, mondta a Zweigert. A Houston, Jack Lausma, aki a Capcom volt akkor, tehát ő volt a Capcom akkor, amikor ez az eset történt, visszakérdezett, this is Houston, say again please, ismételd meg, ugye, hogy mi van. És akkor már a Lowell vett át a szót, Houston, we have had a problem. Még mindig a we have had, ugye, tehát milyen perfekt ez? Igen. We have had a main B-bus undervolt. Az azt jelenti, valami technikai dolog, hogy a B-bus, van egy elektronikai eszköz, az annak a feszültsége csökkent. Jack Lausma, Roger, ugye nyugtáztam, ez a Roger, ugye vettem, vagy nyugtáztam az adást, main B under volt, a fő B az ugye
kis feszültség, csökkent a feszültsége, és a következő, oké, standby 13, ugye, we are looking at it. Oké, maradjatok vonalban, megnézzük, hogy mi történt. Ugye ebből lett valójában ez a mondás, a Houston, we have a problem, ami kicsit jobban hangzik, és ugye a rendező azért is döntött emellett, mert ugye ezt terjedt el a köztudatban, ez a változata az egésznek, és ezt hagyta benne a filmben. Ráadásul ugye ez még azt is mutatja, hogy ez a probléma ez nem csak volt, hanem még van is, ugye? Tehát, hogy ez egy folyamatban lévő probléma, ellentétben azzal, amit először gondoltak róla, hogy ez csak egy átmeneti dolog volt. Először azt hitték, hogy ezt a dörrenést a Holdcomból hallották, és azt valószínűsítette a Lowell először, hogy egy meteora eltalálhatta a Holdcompot, és ezért utasította a Zweigertet, hogy zárják le a zsilipet a Holdcomp és a parancsnoki szervizmodul között, de ezt nem sikerült, vagy rosszul sikerült, viszont a levegő se szökött el közben. Ugye, ha egy meteor becsapódás lett volna a Holdcomban, akkor ez kiszippantotta volna az összes levegőt. Mivel ez nem történt meg, ezért úgy levonhatták a következtetést, hogy nem ott volt a baj. Közben lent a Földön az összes műszer az elkezdett mindenféle hihetetlen értékeket mutatni. Először az irányítás is egy műszer hibára gyanakodott, hogy azért bolondult meg minden műszer, mert valami ilyesmi történt. Míg nem a Lowell, hát a filmben ez úgy van, hogy ott valami tükör van, mint az autóknak a visszapillantó tükre, és a tükörben látja az egyik kabin ablakot, amiben valamilyen párás dolog van kint. Tehát kinézett és látta azt, hogy az űrhajóból gáz áramlik ki az űrbe. Ezt jelentették Houstonnak, hogy mit látott, és a Hayes az rögtön le is vonta a következtetés, hogy szökik az oxigén. Ez viszont óriási probléma, nem azért, mert nem lesz mit lélegezni, azzal nem lett volna gond, hanem azért, mert az üzemanyagcellákban nem fog elegendő oxigén jutni, hogyha nem lesz ezekben a tartályokban, és az pedig az áramtermelésnek a csökkenését fogja maga után vonni, ami mindenféle egyéb bajjal jár. Tehát, hogy egy viszonylag komoly probléma kerekedett ebből az egészből. Nyilván lent a Földön is ezt elkezdték akkor nézni, hogy mi történhetett, és próbálták kitalálni, hogy mi történt. Ugye Krantz egy gyors helyzetfelmérést rendelt el, hogy mindenki a saját szakterületén próbálja kideríteni, hogy mi történt, és elég gyorsan rájöttek arra, hogy hát elég kevés esélyük maradt az űrhajósoknak a túlélésre. Ugyanis, hogyha az oxigén miatt az üzemanyagcellákban nem jut elég, hiány miatt nem jut elég gáz, ezek a cellák hidrogénnel és oxigénnel működtek, ugye a hidrogén és az oxigén reakciójából állítottak elő elektromos áramot, vagy reakciójával, és melléktermékként még vizet is termeltek, és ez azért volt érdekes, mert az űrhajón minden árammal működött, kezdve a létfenntartó rendszerektől, a műszerekig, de még a hajtóműveknek a szelepei is árammal működtek, és hogyha nincs áram, akkor a hajtóművek szelepeit nem tudják kinyitni, és nem tud hajtóanyag áramolni a hajtóművekbe. Hogyha benn volt már, akkor olyan öngyulladó anyag volt, akkor már nem volt gond, de a szelepek zárva lévén nem tud bejutni, akkor még manőverezni se tudnak, tehát semmit nem tudnak csinálni. Gyakorlatilag az áramtermelés volt ugye a kritikus dolog, mert ha az nincs, akkor semmit nem tudnak, nem tudnak manőverezni, nem tudnak visszaállni az úgynevezett szabad visszatérési pályára. És ugye másik, hogy a víz meg ahhoz is kellett, hogy ugye inni kellett az űrhajósoknak. Elég sok kellett a berendezéseknek a hűtésére, elektromos berendezések hűtésére, de valamennyi kellett arra is, hogy ők vizet igyanak, ugye mi alapvető emberi létszükséglet. Itt ugye korabeli felvételeken látható az, hogy hogyan dolgoznak, meg mindenki próbál itt szépen okosan nézni a monitorokra, és kitalálni azt, hogy mi történhetett. Ugye itt a Jack Lauzma, a Capcom, aki akkor volt, amikor ugye bemondták a gondot, ez a Dick Slayton, itt a Mattingly, hátul ugye Ken Mattingly, illetve a Vance Barn, azt hiszem, akit benne, és John Young talán egy űrhajós szintén, az Alan Shepard, itt talán a Dick Gordon, azt hiszem ott hátul, így gyorsan ránézve a képre. Ugye a filmben az van, hogy a Mattingly az kvázi ilyen
most nem tudom, sértődöttem, vagy nem tetett, ő fogta, magára zárta otthon az ajtót, elment aludni, telefont mellé rakta, nem is tudták elérni, amikor kellett volna. Úgy mentek ki érte a film szerint ugye két ember, és vitték be, hogy gond van, mert valami baj történt fönt, és segíteni kell neki, mint aki legjobban ismeri az egészet, ugye meg a többieket is, segíteni kell neki. Hát valójában ő ott volt bent végig, tehát nem húzódott így vissza, kvázi sértődött, és nyilván nagyon sokat segített. Nem pont abban a formában, ahogy a filmben ábrázolják, tehát azok a történések, amikor így végigjátszották az összes lehetőséget a filmben, hogy tudnak áramot spórolni, hogy tudnak ampereket megspórolni, az úgy abban a formában nem játszódott valójában le, ahogy a filmben ábrázolták, de hát az megint egy filmes eszköz, hogy kicsit izgalmasabbá tegyék az egészet. Ugye ahhoz, hogy lélegezni tudjanak, ahhoz volt elég oxigén, ennivalójuk is volt, azzal nem volt gond. Az Aquariusnak, ugye a Holdcomnak, annak volt egy működőképes hajtóműve, ugye azzal kellett volna majd leszállni a Holdra, meg utána felszállni majd ugye a Hold felszínéről, hogyha végezték volna az ottani feladatokat. Teljesen fel voltak töltve az akkumulátorai, és az oxigén meg a vízkészlete is teljesen fel volt töltve, ezért azt a döntést hozták a földi irányítók, hogy a három ember költözön át a Holdcomba, és a parancsnoki egységet az pedig teljes egészében le kell állítani. Tehát minden olyan elektromos fogyasztó eszközt, ami ott abban van, azt le kell állítani, kezdve mondjuk a számítógéppel, a parancsnoki egység számítógépével. Ez az volt a baj, hogy az összes navigációs adat ebben volt. Tehát 15 percig volt az űrhajósoknak arra, hogy ezt az adatmennyiséget, ezt átvigyék a parancsnoki egységnek a számítógépéből a Hold Lunar modulnak, ugye a Hold modulnak a számítógépébe, hát aztán végül is sikerült, és az irányításnak ugye össze kellett állítani a hazatérésnek a teljes forgatókönyvét, és a teendőknek a listáját is. Az első feladat az volt, hogy azt a instabil mozgást, amiben az egész rendszer került, ugye majd látni fogjuk, hogy mi történt az egységgel, a szervizmodullal. Ennek az egésznek, ennek a gázkiáramlásnak a hatása az azzal járt, hogy az egész egységet teljesen destabilizálta, és ez a Holdcomb, szervizmodul, parancsnoki egység együtt, ez össze-vissza billegett az űrben. Ment a pályán, ugye, amerre kell neki mennie, de nem így szépen egyenesen, hanem az egész mindenféle tengelyek körül billegett, himbálózott, ezt valahogyan stabilizálni kellett. Ezt most már mással nem tudták megcsinálni, csak a Holdcomnak a kormányrendszerével tudták elvégezni, ráadásul manuálisan, viszont ezzel az volt a gond, hogy az egész rendszernek a tömegközéppontja az viszont a szervizmodulban és a parancsnoki egységben volt valahol. Tehát egy olyan eszközt kellett a Holdcomból irányítani manuálisan, aminek a tömegközéppontja az elég messze volt attól, aki irányítja ezt az egészet. Nem egy egyszerű feladat. Legfontosabb az volt, ugye, hogy ezt a szabad visszatérési pályára való visszaállást megcsinálják, ehhez egy pályakorrekciót kellett alkalmazni, ez volt az első pályakorrekció. Ezt a Holdcombnak, a Lunar modulnak a hajtóművével egy 34,2 másodperc hosszúságú égetéssel 61 óra 29 perc 43 másodperckor valósították meg. Ugye itt a lehetőségek vannak egy korábbi, ez nem akkori kép, ez egy korábbi, amikor felmérték azokat a lehetőségeket a 60-as évek közepéről valamikor, hogyha valami baj történik, akkor mit lehet csinálni. Ugye van egy olyan, hogy megszakítják a küldetést, és akkor mondjuk egy time critical return, ugye, hogy az idő szempontja lehető leggyorsabban visszatérnek a Földre. Aztán van egy olyan lehetőség, hogy a fuel critical, ugye, tehát az üzemanyag legoptimálisabb üzemanyag felhasználással térjenek vissza a Földre. Ugye maga a folytonos lett volna az, ami a Holdra vezet. Ez a filmből való részlet, ahol a Kranz, ugye, akit Ed Harris alakít, ugye elkezdi felvázolni azokat a lehetőségeket, amik rendelkezésre állnak, vagy mit lehetne csinálni. Ugye közben a csapatnak a többi tagja, mindenki a saját szakterületének megfelelően mond valamit, hogy mit kéne csinálni, mi lenne a legfontosabb, amit éppen végre kellene hajtani. És ugye végül a krencé a döntés, ugye sokan azt mondják, hogy azonnal meg kell fordítani, másik azt mondja, hogy meg kell kerülni a Holdat, és akkor az úgynevezett energia minimális pályán kell, tehát a legkisebb üzemanyag felhasználással kapcsolatos pályán kell visszajönni. De úgy tűnik nagyon sokáig, hogy nem tudnak teljes... Bocsánat.
rosszul nyomtam, nem tudnak teljesen visszajönni, mert legkésőbb 45 órával a visszaérés előtt elfogy minden. És akkor ugye itt van az a híres mondás, vagy mondata, ez szintén egy jól idézhető dolog a Krenztől, valójában nem tőle, hogy ennél a pozíciónál azt mondja, hogy soha nem vesztettünk még el amerikait a világűrben. Soha nem halt meg amerikai űrhajós a világűrben. A Földön már halt meg, ugye láttuk az Apollo 1-et. A világűrben soha nem halt meg, és nem tűröm, hogy ez az én irányításom alatt történjen meg. Kudarc kizárva. Failure is not an option. Ugye? Ez a szintén híres mondás ebből a filmből. Ezt ugye Krenznek tulajdonítják, nem mondta, soha nem mondta ezt, viszont annyira megtetszett neki, hogy a 2000-ben megjelent életrajzi könyvének ezt a címet választotta. Failure is not an option, kudarc kizárva. A mondás onnan származik, hogy a forgatókönyvírók a film előkészítése során sok mindenkivel beszélgettek, például a Jerry Bostwickkel, akit a közben már idéztem, vagy felvillantottam az elején, és megkérdezték tőle, hogy előfordult-e az az expedíciók meg a mindenféle során az irányító központban, hogy valaki bepánikolt az irányítók közül. És akkor azt mondta erre a Bostwick, hogy ilyen nem, ők amikor felmerült valami probléma, akkor leültek és sorra vették a lehetőségeket, option, és ezek között a hiba nem volt, a hibázás nem volt benne. És akkor az egyik forgatókönyvíró a másik mondja el, felugrott és elrohant, eléggé úgy otthagyta őket, ugye nem volt szép tőle, gondolta a társa, hogy így itt hagyta őket, de biztos megunta, vagy nem tudom miért, de akkor sem szabad így elszaladni. De azért szaladt el, mert akkor villant be neki, hogy megvan a film fő vezérvonala. Megvan az a mondat, amelyikre föl lehet az egészet fűzni. Failure is not an option, a kudarc kizárva. Tehát nem ő mondta, de jól hangzik. A szabad visszatérési pálya elérése után, az első korrekció után, amikor visszakerültek arra a pályára, amivel csak meg kell kerülni a Holdat, és lehet hazajönni, utána még egy 15 órás út várt a Holdig, és utána berepültek mögé. Ugye ez a 8-asnak az a hurka következett, ami ott a Hold mögött volt. Ugye ez azzal járt, hogy rádiócsendbe került az egész űrhajó, mivel volt közöttük egy nagy test, maga a Hold, ami ugye eltakarta a földi irányítás elől a rendszert, az egész űrhajót, és ezért nem tudta kommunikálni. Hát ez nem olyan sok idő, ezek az egységek a Hold körül, amikor rendesen normál állapotban keringtek a Hold körül, mielőtt leszálltak, meg az egység, ami várt ugye a Holdkompra, hogy majd jöjjön vissza, azok olyan 100 km magasságban keringtek általában a Hold felszíne fölött, és olyan durván 118-119 perces keringési idővel ment. Tehát ez egy ilyen jó óra alatt ez a dolog megtörtént, amíg a Hold mögött tartózkodtak, és közben ugye volt ez a rádiócsend, és a filmben közben láthatunk, egy ilyen Moon Dream-nek szokták, ugye, amikor a Lowell elképzeli, ugye ott repülnek a Hold túlsó oldal, a Földről soha nem látható oldala fölött, és elképzeli azt ilyen félig-meddig álomszerű jelenetben, hogy milyen lett volna az, hogyha leszállhatott volna a Holdra, és járhatott volna a Holdnak a felszínén, mint ahogy előtte már többek, és ugye utána is másoknak is ez megadatott. És ebben is van egy ilyen, ugye láttuk ezeket már, ezeket a holdi felvételeket, amiket ott készítettek, hogy az egyhatodnyi földi gravitáció az ugye ilyen mókás mozdulatokra készteti az űrhajósokat, ahogy ugrálnak. Hát itt ebben az álomban is a Hanks így ugrált, ezt a Földön vették fel nyilvánvalóan, és imitálták ezt a mozgást. Ezt úgy imitálták, hogy ilyen hevederekkel, húzalokkal fölkötik az embert, és akkor kicsit felemelik, aztán akkor tud olyan mozdulatokat végezni, mint hogyha ott. És ezen a képen nem látszik, de az eredetiből, hogyha kinagyítjuk, akkor itt az egyik madzagnak a nyoma látszik, és rosszul csinálták, hogy a CGI-vel nem vették ki rendesen a madzagot, és ott látszik az egyik sodronynak, vagy olyan kis acélhúzal lehet, amivel tartották közben a Hanks-et. Van benne még egy érdekes rész, amit megint csak azért idézek be, mert hogy ez így nem igazán történhetett volna meg. Ugye a Hold túloldalán vannak, ez a Holdnak a felénk mutató oldala. Ugye a Hold úgynevezett kötött keringést végez, de ami azt jelenti, hogy ugyanannyi idő alatt fordul meg a saját tengelye körül, mint amennyi idő alatt egy kört megtesz a Föld körül. Egy keringést inkább, ugye nem kör. Egy keringést a Föld körül. És emiatt az a helyzet áll elő, hogy Ahogy fordul a tengelye körül, mindig arrébb megy, és a két idő egyenlősége miatt mindig ugyanazt az oldalát látjuk a Holdnak.
Ez a felénk mutató. Ezt mindenki jól ismeri, teli holdak idejéből. Ez a holdnak a túlsó oldala, hogy ezt egész addig nem ismertük, amíg az orosz Luna űrszondák először meg nem kerülték, és le nem fényképezt valami nagyon primitív fényképet, ugye a kollega mutatta a múltkor, Mészáros Szabolcs ezeket a képeket. Ezt nyilván egyre jobbak és jobbak lettek, ez már a Lunar Reconnaissance Orbiter által készített felvétel a holdnak a túlsó oldaláról. Ez a Fra Mauro, a hold felénk mutató oldalán, ide szállt volna az Apollo 13. Ez pedig a Tsiolkovszkij kráter a holdnak a túlsó oldalán. 1970. április 15, 0 óra 21 perc világidő. Ekkor voltak a legközelebb a holdhoz. És ugye mondtam ezt a nagyjából egy óra, amíg ugye mögötte tartózkodtak, tehát körülbelül ez az idő, amikor zajlik az egész. Ebben az időpontban a holdnak a fázisa az egy picivel nagyobb volt, mint az első negyed. Azaz a Földről azt láthattuk volna, hogy ez a fele, a jobb oldali fele, ez meg van világítva, egy picikét több, mint a jobb oldali fele. A másik fele az meg sötét. A hátsó oldala, ugye a tőlünk nem látható oldala, az pedig ugye ez a fele lett volna, a bal oldali fele lett volna megvilágítva. A másik fele meg sötét. Innen jöttek, ugye? Innen jöttek erről, bementek ugye arra. A Föld az ott van ugye a másik oldalukon. Első negyed van ugye a két fél, ami meg van világítva, vagy a felénk eső fél. A nap arra van, a Föld az meg ott van. Jönnek ívben a Föld felé, és itt bemennek, és ugye most el kéne képzelni, hogy a másik oldalon ott meg kijönnek. Itt meg kijönnek ugye a takarásból. Itt bemennek, innen valahogyan, itt meg kijönnek. És az a jelenet a filmben, hogy lenéznek, és akkor azt mondja a Hayes filmes közben, hogy ott van a Fra Mauro a leszállási helyünk, vagy ahol le kellett volna szállnunk. Két másodperc múlva odakuszik mögé a Zweigert, és ott meg a Tsiolkovszkij kráter. Mondja, és mutatják ugye az ablakban a Tsiolkovszkij krátert. Tehát a két kráter, vagy ez a leszállási hely, meg ez a pont a holdnak az ellentétes oldalain vannak. Tehát a kettőt együtt nem láthatták, pláne ilyen rövid idővel egymás után, mint ahogy a filmben ezt elképzelték. Ez nyilván megint egy ilyen filmes eszköz, hogy a Tsiolkovszkij krátert, az valószínűleg, hogy az jól néz ki a holdnak a túloldalán. Ez mindenképpen jó, hogy belekerült, mert ott szálltak volna le. Tehát a kettőt így összekötötték, de ez így a valóságban nem történhetett volna meg, hogy ezt így együtt lássák. A kilépés után még egy pályakorrekciót kellett csinálni, a kettes pályakorrekció, az azért kellett, hogy a visszatérésnek a helyét azt elég pontosan be tudják lőni, már hogy a Földre hova érkezik vissza a holdkomp, vagy az egység, ami leszáll. Ez egy ilyen 263-264 másodperces égetéssel járt a holdkompnak a hajtóművével, ugye az működött egyedül. Az optimális megoldás az lett volna, hogyha az Atlanti óceánra tudnak leszállni, mert az egy 56 órás utat jelentett, 56 órás repülést jelentett volna még. Ugye ne felejtsük el, hogy minden fogytán van, áram, víz és a többi mind-mind szűkében vannak. Enni lehet, hogy nem volt olyan nagy kedvük, bár nyilván azt is kellett közben, mert az volt, de a többi az fogyóban volt. Viszont az ideális megoldás ez a csendes óceán lett végül is, ami egy picivel hosszabb repülést, 9 órával hosszabb repülést jelentett, de az összes mentőegység az ott állomásozott, akiknek ugye az volt a feladatuk, hogy kihalásszák majd a parancsnoki egységet az óceánból. És volt még egy harmadik korrekció is, ez a legkülönösebb volt a pályakorrekciók között, 105 óra 18 perc 42 másodpercnél. A szigorú áramtakarékosság miatt ugye se a parancsnoki modulnak, a command modulnak, se a holdi modulnak, a lunár modulnak a számítógépe nem üzemelt, ezért manuálisan kellett elvégezni ezt a korrekciót. A filmben ezt is szépen ábrázolják, hogy milyen nehéz volt ez, de ez sikerült végül is, ugye? És ezt azért kellett, mert az előző pályakorrekciók során felgyűlt hibákat, nyilván azt is ugye kicsit ad hoc módon történtek az ismert okok miatt, ezeket a hibákat korrigálni kellett, különben az egység, amikor visszaér a Földhöz, akkor nem megfelelő szögben ér a légkörhöz. De megvolt ennek a belépésnek az ideális szöge, amitől plusz-minusz 2 foknál jobban nem lehet eltérni. Különben az történik, hogy ha az egyik irányba térnek el, akkor az egység lepattan a földi légkörről. Valami hasonlót kell elképzelni, mint amikor a kavicssal kacsázunk a vizen.
Ugye meg tudjuk úgy dobni, hogy szépen ugrál rajta. Ugyanezt történhetett volna, hogyha elég lapos szögben jön, akkor kvázi tényleg visszapattan a légkörről, el a világűrbe, viszlát, ugye? És akkor ott vége a dalnak tényleg. A másik, az pedig, hogyha meredekebben jön a megengedetnél, akkor meg túl nagy szögben lép be a légkörbe, az meg a légköri fékeződés miatt és a surlódás miatt és az ott termelődő nagy hő miatt járt veszéllyel, ott pedig egy katasztrófa következhetett volna be, ezért emiatt kellett egy újabb pályamódosítást csinálni. Megint csak egy ilyen kis érdekesség a képből, ugye, tehát a 65 órás út van még a Földig. Ugye az is volt a baj, hogy azt 30 plusz órára tervezték a Holdcompnak az energiaellátását, ugye amíg a Holdon tartózkodtak volna az űrhajósok, és ugye ezt most egy 70 órás utat kellett volna megcsinálnia valójában a Holdcomppal. Hideg van, 3 fok körüli a hőmérséklet a kabinban, az űrhajósok lélegeznek, ugye, és a pára elhagyja, vagy a vízpára a szájukból, orrukból. Ugye ebből látszik, hogy ez a Földön készült felvétel, ugye a súlytalanságban a párának vízszintesen kellett volna kijönni, azért megy fölfele a pára, mert kisebb a sűrűsége, mint a levegőnek a sűrűsége, ha kijelzik és fölfele száll, a súlytalanságban ezt szépen vízszintesen kellett volna jönnie, de nem így jött. Nem csak az volt a baj, hogy oxigén nem volt a hajtáshoz, meg az áramtermeléshez, hanem beütött egy krach, az egyikük, a Héz, az megbetegedett, ugyanis még pedig egy viszonylag magas lázzal járó húgyúti fertőzést kapott. Az irányítás megkérte őket, hogy a vizeletet azt ne ürítsék ki az űrhajón kívülre, ezt addig úgy csinálták, hogy egy vezetéken keresztül belepisültek, és az kivezetődött az űrhajón kívülre, mert az irányítás attól tartott, hogy az ott azonnal megfagyó vizeletcseppek, azok valami olyan árnyékolást okoznak, ami a radar hullámokat szűri, és akkor a kommunikáció nem fog működni a földi egység és az űrhajó között. Ezért az űrruhába beépített tárolóba, az acskókba kellett ugye elvégezni a dolgukat, viszont ezek ugye nem zártak tökéletesen, szivárogtak, és gyakorlatilag ők végig a vizelet áztatta ruhában üldögeltek ott az útnak az utolsó szakaszán, vagy az úton, és ez ugye a Hészt ez eléggé megviselte, utána több hétig tartott, mire felépült. Volt még egy ennél is komolyabb probléma, az a kilélegzett levegőben a széndioxid tartalomnak az egyre növekvő mértéke, amit megfelelő szűrőkkel tudtak volna korrigálni, lítium-hidroxid szűrőkkel, ami a széndioxidot elnyeli, és lítiumkarbonáttá és vízzé alakítja. De itt ugye ezeket is rövidebb időre tervezték, és csak 2 emberre, a Holdcompról van szó. Most meg ugye 70 óráig még 3 embernek kellett a Holdcompban tartózkodni. Ezek a szűrők viszont gyorsan terítődtek, ezért cserélni kellett volna őket, de azok a tartalékok, amik ott voltak, azok olyan helyeken voltak, amiket nem tudtak elérni a Holdcompban, ez le volt zárva, és a parancsnoki modul le volt zárva, viszont a Holdcompnak a szűrői egy banális dolog. A Holdcompnak a szűrői azok henger alakúak voltak, a másikak meg ilyen négyzet alakúak voltak, és ugye nem ment bele az egyik a másikba. Ott lett volna ugye a tartalék a Holdcomp szűrő, de ezt nem tudták használni. Ezért a Földön ki kellett találni egy mérnök csapatnak nagyon gyorsan, hogy hogy lehet belerakni az egyiket a másikba, és ugye ezt közölték az űrhajósokkal, és utána elkészítették a prototípust, és azzal sikerült a széndioxid szintet a normálisra visszavinni, úgyhogy ez már akkor nem volt akadály. Amikor leválasztották a szervizmodult 10 órával a tervezett visszatérés előtt, akkor megnézhették távolról, hogy az elkezdett távolodni tőlük, hogy mi volt a baj. Lerobban gyakorlatilag az egész teljes oldala a modulnak, ettől az oxigén robbanástól, és hát ilyen síralmas állapotban nézett ki a modul. Ez az eredeti felvétel, a Lauer által készített, ez pedig a filmben ábrázolt felvétel. Majd egy órával a leszállás előtt leválasztották a Holdcompot is, akkor már visszamentek a parancsnoki modulba, leválasztották a Holdcompot is, és itt megint elhangzott egy klasszikus mondat, ez a földi irányítástól, a Capcomtól, ég veled Aquarius, és köszönjük. Ugye, tehát a Holdcomp volt az, ami megmentette valójában ezt a 3 űrhajóst attól, hogy meghalljanak az út során. Ez az eredeti felvétel, a Holdcompra, ez pedig a filmben, annyira nem látszik sajnos, filmben ábrázolt felvétel. És akkor beléptek a légkörbe,
És ez ugye tudott volt mindenki előtt, ezt várták is, hogy amikor a parancsnoki egység belép a légkörbe, akkor a nagy sebesség miatt, meg a súrlódás miatt annyira felforrósodik körülött a levegő, hogy gyakorlatilag egy plazma állapotba kerül. Ez kb. 5000 fokos körülötte ez a plazma, majdnem olyan, mint a napnak a felszíne, és ennek ez a tulajdonság, hogy ez szintén blokkolja a rádió hullámokat. Tehát előáll egy olyan általában 3-4 percnyi rádió csend, amikor semmit nem tudnak kommunikálni az űrhajósokkal, nincsen kapcsolat, és akkor ez korábban is volt, tehát ezt tudták, itt viszont közel 6 percig tartott ez a rádió csend. A filmben nem ábrázolták 6 percig, ott 4,5 perc körül volt az az érték, amit belőttek, de valójában a valóságban még ennél is tovább tartott. Ez valószínűleg az okozta, hogy mégiscsak egy kicsikét laposabb szögben érkeztek a Földre, mint ahogy kellett volna. Közben persze ugye ez a nagy hőmérséklet, ez a kabinban is ugye lehetett venni. Itt a képen nem látszik, itt csöpög a pára, ugye kicsapódott az előtte hideg műszereken a vízpára, és folyadék csepegtek le a műszerek. És ugye ez amikor a filmben ugye szintén ez egy ilyen kicsit teátrálisan van ábrázolva a jelenet, ugye mindenki nagyon izgul, már mindenki sír, és már fel vannak készülve arra, hogy a felesége meg a gyerekek fel vannak készülve arra, hogy a legrosszabbra, amikor ugye megjelenik a monitoron, így bevillan hirtelen egy ugye sistergésből a kinyílt ejtőernyő 3-as, és akkor utána egy pillanat múlva pedig bejelentkezik a Lowell, hogy Houston jó újra itt hol lenni, vagy valami hasonló szöveget mond. A filmben a Matt Ingley volt, a Capcom éppen akkor a Gary Sinise, de valóságban nem ő volt, hanem a Joe Kervin, a másik Capcom volt, aki ezt az adást vette, és nem is az ejtőernyőket látták meg először, hanem már volt hangkapcsolat az ejtőernyők nyílása előtt is az irányítóközpont és az űrhajósok között. És az úgynevezett splashdown, tehát amikor belecsapódik ugye a vízbe, az 6,3 kilométert nagyon közel a USS Iwo Jima repülőgép hordozótól történt, aminek az volt a feladata, hogy felvegye a kabint. Ugye ez az eredeti felvétele becsapódásról, ez pedig a filmből kivett képkocka a becsapódásról. Egy pillanat előre ugrok, ugye ez már a 3 űrhajós a USS Iwo Jima fedélzetén, miután kihalázták őket a tengerből, meg kijöttek a komból, és a fedélzeten vannak. Itt felhívnám a figyelmet erre a számra. Itt fönt, ez a hajónak a száma. 2. Ez egy képkocka a filmből, amire az van írva, a USS Iwo Jima, Dél-Csendes óceán, 1970. április 17. Felhívnám a figyelmet erre a számra. Az nem 2-es, ugye? Hanem 11-es. 1995-ben a USS Iwo Jima már nem állt szolgálatban. Kivonták a forgalomból, viszont szolgálatba állt még, 97-ben aztán azt is kivonták, a testvérhajója, a New Orleans. És ugye nyilván más nem tudtak tenni a producerek, meg a filmesek, hát muszáj volt a New Orleans fedélzeten felvenni ezeket a részeket, amelyek valójában az Iwo Jimán játszottak, de ugye egy helyettesítő hajó volt. És hát ugye a végén ugye kimásztak a komból, itt ugye éppen a Hanks, mint Lowell mászik ki, itt pedig az eredeti kép arról, hogy utoljára ugye ő hagyja el kapitányként az egészet. Aztán kiderült persze, hogy mi volt a baj, mi okozta ezt az oxigén robbanást a későbbi vizsgálatok során. Ez is egy elég banális dolog volt. Az űrhajónak az elektromos rendszerét azt még 1965-ben 28 voltra tervezték, majd áttervezték az egészet 65 voltra, viszont az oxigéntartályoknak a mérőrendszerét azt elfelejtették átalakítani erre a feszültségre, és amikor így méregettek, meg egyszer le is ejtették azt az oxigéntartályt, az Apollo 10-be akarták beszerelni, aztán nem abba került, mert leejtették, nem túl magasról, de ugye ezek, mivel kis súlyt kellett, hogy előállt, tehát nem szabadott nagy tömeget, ugye, mert föl kellett küldeni az űrbe, ezért nem voltak túl vastag anyagból, éppen ami kellett, ezért egy picikét megsérült ez a tartály, de aztán mégiscsak beépítették az Apollo 13-ba, és akkor emiatt a feszültségkülönbség, meg a sérülés miatt azok a vezetékek, amik ott bent a ventilátort működtették, azok megsérültek, a szigetelésük megsérült, és valójában ilyen fűtőszálként üzemeltek. Ahányszor bekapcsolták, mindig fűtöttek egy kicsit az oxigénen, és amikor elért egy hőmérsékletet, akkor egyszerűen akkor a nyomásra lett neki, hogy fölrobbant az egész, és szétvetette a szervizmodulnak az oldalát. Valójában ugye az Apollo 13, ez egy sikertelen kísérlet volt, mert nem tudtak leszállni a Holdra,
de szerencsés végkimenetelű, és azt is bebizonyította, hogy még ilyen mostoha technikai körülmények között is lehetőség van arra, hogy a bajba került űrhajósokat, azokat biztonságban vissza tudják hozni a földre. És még az is kiderült, hogy ez valójában a lehető legszerencsésebb pillanatban történt ez a baleset. A Lawless úgy gondolta, hogy soha rosszabbkor nem történhetett volna, de hogyha előbb történik, akkor nem bírta volna ki a technika azt az utat, amit még a megkerülve a holdat visszafele kellett volna megtenni a földig. Ha meg kicsit később történik, akkor mondjuk a hold körüli pályára álltak volna, akkor meg már a hajtóanyag nem lett volna elég, a holdkomp hajtóanyag arra, hogy visszajöjjenek. Ha meg leszálltak volna, akkor meg már valószínűleg föl se kellett volna szállniuk, mert semmiképpen nem tudtak volna visszajönni. Tehát valójában tényleg a lehető legszerencsésebb időpontban történt. Ezért a NASA el is nevezte ezt a küldetést, hogy a successful failure, tehát a sikeres kudarc. Kudarc, mert nem szálltak le a holdra, viszont bizonyította azt, hogy a mentés meg az egésznek az működőképes dolog. 1970-es pénzérmék egy ilyen emlék sorozatban. A rendező, Ron Howard, az beszokta mindig tenni a családtagjait is, vagy legalábbis néhányat közülük a filmekbe. Ez nem volt másként az Apollo 13-ban sem. Innen indulva talán ez egy képkocka a filmből, amikor búcsúztatják az űrhajósokat. Ez a feleség a Lowellnek, ugye az őt játszó színésznő, a Kathleen Quinlan, ez pedig a Bryce Dallas Howard, a Ron Howardnak a lánya. Vagy a Ron Howardnak az apja, Rance Howard, aki a családnak a papját, Donald Reish atyát játszotta, rövid időre felvillan, amikor ugye mindenkit izgatottan nézi a tévét, hogy mi történik a holdon. Vagy a testvére, Clint Howard, aki a Cy Liebergatot, az egyik irányítót játszotta a filmben, az irányítóteremben. Illetve tehát a legfontosabb szerepet állna az édesanyjának, Jane Howardnak van, aki a Lowellnek az édesanyját, Blanche Lowellt játszotta a filmben. Ugye itt az a jelenet van, ezt nem sikerült kiderítenem, hogy ennek van-e valami valósága, valószínűleg nincsen, amikor itt ugye nézik a tévében a történéseket, és mindenki nagyon izgul, és akkor a menye, ugye a Lowell felesége bevezet két embert a Blanche-hoz, az idősek otthonában lakott, és akkor mondja, hogy ezek a fiatal emberek itt veled együtt fogják végignézni, hogy mi történik. Az egyik Neil Armstrong, a másik pedig Buzz Aldrin, legalábbis a színészek. És akkor megkérdezi tőlük, hogy jaj, de ott is benne vagytok a Hold programban? Kérdezi ugye a Lowellnek az anyukája. És talán az egyik legerősebb mondat is tőle hangzik el a filmben, ezt még hadd mondjam el, amikor nagyon izgul mindenki, és az unokája elkezd sírni, hogy mi lesz az apával. És akkor mondja, hogy félsz, drágám, és a kislánynak, és mondja, hogy ne aggódj, hogyha a mosógép repülni tudna, az én Jimmy azzal is leszállna. Valódi Mrs. Lowell is szerepelt a filmben. Ez az indításkor a filmből. Itt Marilyn Lowell, a valódi Marilyn Lowell látható, a becsempészve szintén a filmben, és hát nyilván nem hagyhatjuk ki Jim Lowellt sem a filmből. A legvégén, amikor ugye az Iwo Jimának a fedélzetére vették őket, leszálltak a helikopterből, ugye, ami lerakta őket a fedélzetre, ugye itt van a Hanks, ugye a Lowell, itt van a Swigert, ugye a Bacon, itt a Hayes-t játszó Paxton, az kicsit takarásban van, és a Lowell az Iwo Jimának a kapitányát játszotta, személyesítette meg néhány másodpercig. A rendező Ron Howard admirálist akar belőle csinálni, de ragaszkodott ahhoz, hogy a hadseregben elérte, a hadirengész elért rangját kapitány, valami ezredesnek felel meg, ugye itt a vállapja, ő azt akarja használni a filmben. Hát általános volt az az elgondolás, hogy ez a film ez tényleg nagyon jól képezte le az eseményeket, kellő drámával, filmes eszközökkel, de elég jól ragaszkodva a valódi történésekhez. Ez persze nem mindenki gondolta így feltétlenül. Ugye beszéltem már arról, hogy tartottak próbavetítést a szakmabelieknek, tehát a volt űrhajósoknak, meg ezeknek, és hát nyilván szoktak tartani próbavetítést laikusoknak is, ugye megmutatják előtte, és akkor azok alapján, a reakciók alapján adott esetben átvágják a filmet, vagy valami mást csinálnak vele. És akkor a Ron Howard, a rendező mondta, hogy egy ilyen próbavetítés után az egyik ilyen kártyán, amit ugye elkérnek, mivel fölírják a véleményüket a próbavetítésen résztvevők, azon olvasta ezt a mondatot. Jellemző hollywoodi befejezés, a valóságban azok az űrhajósok ezt nem érhették volna túl. Ugye? Mondja az, aki nem ismeri elég jól a történelmet, hogy ez valójában túlérték, mert ez egy megtörtént esemény volt. Köszönöm szépen a figyelmet!